Föld sorsa meg van pecsételve, állítják a csillagok életével foglalkozó kutatók. Amikor a nap nyugdíjas korba lép, jelenlegi méretének sokszorosára tágul és elpárologtatja légkörünket. De lehet, hogy mielőtt összezsugorodna és elenyészne, egészben elnyeli a Földet. A jó hír az, hogy mi már nem leszünk, amikor erre sor kerül. A nap nem fog megduzzadni még vagy 5 milliárd évig. De még ennél is jobb hír, hogy napunk végvonaglása elősegíti a csillagok új nemzedékének létrejöttét. Ez a történet tehát az újjászületésről szól. Arról, hogy miként lehelnek új életet az öreg csillagok a galaxisba. Kozmikus odüsszeja. A csillagok élete. Csillagos éjszakán felemelő dolog vizsgálni az eget. Bocsánatos dolog azt hinnünk, hogy a csillagok örökké élnek. A csillagok látszólagos örökké valósága a természet legnagyobb szemfényvesztése. Ha néhány millió évig figyelhetnénk őket, láthatnánk egyes csillagok születését, mások öregkorát vagy halálát. Az éjszakai égbolton mindenféle korú csillagokat megfigyelhetünk. Például a Lant csillagképben ott ragyog a kékesfehér Vega, a tejút egyik energiától feszülő ifjonca. A Skorpió csillagképben a vöröses Antares egy hanyatló szakaszba került hideg csillag. A csillagok olyan izgalmas nevű felhőkben születnek, mint a Laguna, a Trifid vagy a Sasköd. A magasan a Föld légköre felett keringő Hubble űrteleszkóp segítségével a csillagászok e gázfelhőkbe pillanthattak, hogy lássák az újszülött napok első életjeleit. De megvizsgálták a csiga, a gyűrű és az eszkimó elnevezésű ködöket is. Ezek az égi füstkarikák haldokló csillagok utolsó leheletei. Sőt, olyan csillagok maradványait is tanulmányozták, amelyek évezredekkel ezelőtt vakító robbanások következtében pusztultak el. Az életciklusokról készült új pillanatfelvételek új fénybe állították magát az életet is. A Föld minden élőlénye a szénatomok végtelen alkalmazkodó képességének köszönhető. De az egész tejútrendszerben egyetlen szénatom sem volna, ha nem születnének folyamatosan csillagok. Régen az emberek úgy gondolták, hogy az értéktelen elemekből értékeseket lehet létrehozni. Az alkimisták azt hitték, hogy ónból vagy ólomból ezüstöt vagy aranyat lehet csinálni. Ma már tudjuk, hogy ez nem lehetséges, legalábbis itt a Földön nem, hanem a csillagokban. Ez az égi alkémia hozta létre azokat az elemeket, amelyekből mi vagyunk. A szén, az élet alapja, a levegő nitrogénje, az oxigén, amelyet belélegzünk, a vérünkben lévő vas, csontjainkban a kalcium, mind a csillagokban jött létre, így vagy úgy. Létrejöttük története valóban lenyűgöző. A leghelyesebb, ha olyan hétköznapi csillaggal kezdünk, mint a mi napunk. A nap egy forró hidrogéngömb, amely harcot vív a nehézségi erővel. A gravitáció ugyanis megpróbálja összenyomni a hatalmas tömeget, ám a nap nukleáris kemencéjéből kibocsátott energiájával állja a kihívást. A nap valójában egy igen jól kiegyensúlyozott atomreaktor. Évmilliárdok óta termeli az energiát azáltal, hogy a hidrogént héliummá alakítja. Ezt már jó 4,5 milliárd éve teszi, és gyakorlatilag ma is stabil.
A napnak csupán a kémiai összetétele változik, nem az általunk is látható külső rétegeiben, hanem a magjában, ahol a hidrogén folyamatosan átalakul héliummá. Az igazi változás akkor következik majd be, amikor teljesen elfogy a hidrogén. Ekkor ugyanis a nap felfúvódik, és vörös óriássá változik. Ez az utolsó pillanatban bekövetkező növekedés akkor játszódik le, amikor a korosodó nap meggyújtja hélium készletét. A hirtelen felszabaduló energiára válaszul a nap hatalmas pulzáló vörös óriássá fúvódik föl. Ám ez a fűtőanyag éhes behemót eljutott az összeomlás küszöbére. Nukleáris kazánja egyre nehezebb elemeket gyárt. Így igyekszik kétségbe esetten életben maradni. Kiterjedt légkörét alig bírja összetartani, miközben a gravitáció össze akarja nyomni a magját. Végül a középpontjában égő tűz kialszik, a belső régiók kezdenek lehűlni, és a légkör maradéka egyszerűen tovalebeg. Más csillagok megfigyelése azt mutatja, hogy a nap egyik gázrétegét a másik után fogja elpöffenteni, ami egy ragyogó kozmikus gyűrűt, úgynevezett planetáris ködöt hoz létre. Az elnevezés persze téves, hiszen ezeknek a hatalmas, de ritka objektumoknak semmi közük sincs a bolygókhoz. Egy 18. századi csillagász, William Herschel úgy gondolta, hogy ezek a se színű korongok olyanok, mint a szellemplanéták. Ő nevezte el őket planetáris ködöknek, és a név rajtuk ragadt. A planetáris köd jelenti egy naphoz hasonló csillag fejlődésének utolsó szakaszát, amikor a nap is, mondjuk 5 milliárd év múlva, fokozatosan kimeríti nukleáris üzemanyag tartalékait. Először jelenlegi átmérőjének 50-100-szorosára duzzad, vörös óriás lesz, majd a külső rétegek kezdenek leválni róla, és végül csak a forró mag marad. Ez a forró mag ibolyán túli fénnyel sugározza be a környező gázt, mely úgy ragyog, mint egy felhő, mondjuk, mint a gyűrűköd. Aztán ez is fokozatosan eloszlik az űrben. Ezután a maradék mag is lassan elhalványul, és átalakul fehér törpévé. Megkérdezhetnénk, mi lesz a Földdel? Vagy ahogy a költő kérdezte, jégben vagy tűzben pusztul el a Föld? Nos, először jön a tűz, aztán a jég. A vörös óriás először hamuvá égeti a Földet, aztán a maradék megfagy, ahogy a nap fehér törpévé válik és elenyészik. Persze ebben nem lehetünk teljesen biztosak. A csillagászok egy része még ennél is sötétebben látja a távoli jövőt. Úgy vélik, hogy az óriásira fúvódott nap teljesen elnyeli a Földet. E forgatókönyv szerint bolygónk spirális pályán elindul a nap belseje felé, és teljesen elég, mielőtt belezuhanna a magba. A nap viszont nem egy nagy bummal szenved ki, hanem egy nyikkanással. Vagyis nem robban föl szupernóvaként, mint a nagyobb tömegű csillagok. A szupernóvák szétspriccelik anyagokat az űrbe, így nyersanyagot biztosítanak az új csillagok és bolygók formálódásához. Amikor a napunk majd planetáris ködöt hoz létre, anyagának zömét szintén szétsugározza. Csak ez az átmenet finomabb. A planetáris ködnek igen fontos a szerepe, különösen a nitrogén szempontjából. A Földön található nitrogén többsége olyan csillagokról származik, amelyek nem robbantak föl, hanem planetáris ködként szétsugározták légkörüket. Szerintem a Hubble űrteleszkóp legnagyobb érdeme, hogy ilyen gyönyörű felvételeket készített a planetáris ködökről. A Hubble köd galériája tele van olyan érzékletes elnevezésű szövevényes és színes objektumokkal, mint a varázspirál, az ikerkilövellés, a hangya, vagy az amatőr csillagászok kedvence a macska szemköd. A 3000 fényév távolságról ránk hunyorgó macska szem a színes gázok bonyolult, mégis szimmetrikus örvénylését mutatja. A Hubble teleszkóp hasonló felvételei láttán a csillagászok kénytelenek voltak újra gondolni, hogyan is születnek a planetáris ködök.
Az embernek az automata locsoló fej jut az eszébe, ahogy forgás közben különböző irányokba spriccel. Emiatt úgy gondoljuk, hogy itt maga a haldokló csillag is mozog, miközben szétszórja az anyagát. Bárhogy ezt miért csinálja, máig rejtély. Lehet, hogy a mágneses mező teszi, vagy talán egy társ csillag, vagy társ bolygó okozza. Még érdekesebb, hogy kiderült, szinte egyik köt sem kerek, mint gondoltuk, hanem hosszúkás szerkezetű. Még a híres gyűrűköt sem gömb alakú, hanem valószínűleg hengeres vagy hordó formájú, amely a tengelye felől látszik. Tehát csak mi látjuk kereknek. Más nézőpontból valószínűleg hosszúkás a formája. A Földhöz legközelebbi planetáris köd a 450 fényévre lévő csigaköd, amely egy összezsugorodó csillag, vagyis fehér törpe szüleménye, melynek külső rétegei körülbelül 10 000 éve szóródtak szét. A Hubble űrteleszkóp benézett a csiga belsejébe, ahol több száz apró fekete gázbuborékot észlelt, pontosabban látszólag aprót. A csigaköd híres felvételén ezekből a sűrű csomókból kiáramló anyagot látni, amitől úgy néznek ki, mint egy üstökös. Igaz, ez az üstökös lényegesen nagyobb, mint a naprendszerünk. Sőt, már a csomók is többszörösen nagyobbak, mint az egész naprendszer. Gigantikus felhők, hihetetlenül változatos csillagnépesség, számtalan bolygó, mind annak a csillagvárosnak a részét képezik, amelyet Tejútnak hívunk. Akárcsak egy valódi város, idővel ez is változik, és sokkal több az esemény benne, mint amennyi eljut a szemünkbe. Tejút rendszerünk roppant méretű. Egy fénysebességgel haladó rakétának 1000 évszázadra volna szüksége, hogy keresztül repülje. Jó néhány százmilliárd csillag él itt. Napunk és bolygó kísérői egy városközponttól távol eső külvárosban élnek. Ez egy tágas, csendes környék, amely jellemző a galaxis külső régióira. Itt a csillagok tömege, fényessége és színe igen változatos. Csillagóvodák és csillagtemetők egyaránt akadnak errefelé, vagy legalábbis úgy hisszük. A csillagászok feladata, hogy a különféle elemeket összefüggő egészé rakják össze. Ebből a célból dolgoznak nemzetközi együttműködésben a galaktikus fősík felmérésének programján. A résztvevők összesítik adataikat, hogy a korábbinál részletesebben feltérképezzék a Tejútat. A vizsgálat csendben indult a 90-es évek közepén a Nemzeti Kutatási Tanács Rádióobszervatóriumában a kanadai Penticton közelében. Ez az apertúra szintézis elvén működő teleszkóp több elektronikusan összekapcsolt rádiótávcsőből áll. Így az eszközök egyetlen hatalmas antennaként működnek. A szintézis teleszkóp a galaxis leggyakoribb eleme a hidrogén atom által kibocsátott rádiófrekvencián pásztázza a Tejútat. A hattyú csillagkép hidrogéngázból álló felhői vörösen ragyognak ezen az optikai képen. De a galaktikus fősík felmérésének rádió hullámhosszám feltérképezve és a műholdakról kapott adatokkal kiegészítve olyan objektumok jelennek meg benne, amelyeket nehéz vagy lehetetlen a látható fény hullámhossz tartományában észlelni. A Tejútnak ezt a térségét nagy tömegű csillagok létrejötte és pusztulása látja el energiával. Több csillagrobbanás maradványa is láthatóak. Kis ködök árulkodnak egy újonnan létrejött forró csillag jelenlétéről, amely be van ágyazódva egy sűrű és fűtött gázfelhőbe. A többi fiatal csillagról származó csillagszél és a valószínűleg korábbi robbanásokból származó gáz- és porfelhők hosszú kanyargós szálakba rendeződnek.
Ez a gáz és por alkotja azt, amit a csillagászok csillagközi közegnek neveznek. A közeg anyaga döntően hidrogén, de hihetetlenül ritka. A hőmérséklete jellemzően -240 Celsius foknál is alacsonyabb. Bizonyos helyeken ez a csillagközi anyag sűrű molekulafelhőkbe tömörül, ahol a gáz és a por felhalmozódik. E helyeken születnek a csillagok. A kutatók szeretnék tanulmányozni a molekulafelhőket, ám a sötét térségbe való bepillantáshoz a rádióteleszkópok segítsége szükséges. Ezek a nagyon sűrű régiók, bár főleg gázból állnak, 1%-ukban nagyon finom port tartalmaznak, mely nem engedi át a látható fényt, illetve szórja vagy elnyeli azt. Ha tehát az ember egy ilyen részt figyel az égen egy optikai teleszkóppal, akkor rendszerint csillagokat lát a csillagkeletkezési tartomány körül, de maga a térség, ahol minden esemény zajlik, az sötét. Nem lehet belelátni. Mintha egy üres folt volna az űrben. Ha viszont a rádióhullám hosszakon nézünk beléjük, az ellenkezőjét tapasztaljuk. A rádióhullámok képesek behatolni ezekbe a poros térségekbe, tehát fel tudják fedni, mi történik ott. A hideg felhők erősen sugároznak a rádióhullámokon. Szerkezetük tehát részletesen feltárható rádióantennákkal. A felhőkön belül születő csillagrendszerek rádiótartománybeli hullámhosszakon szintén fénylenek. Lényegében arról van szó, hogy nagy a különbség a csillag és a csillagközi anyag között, mert a csillag nagyon sűrű. Tehát, hogy csillag jöjjön létre, ahhoz szükség van mondjuk egy akkora tömegre, mint a napunké, amely azonban 3-5 fényév átmérőjű térségben oszlik el, és ezt kell összetömöríteni olyan kicsivé és forróvá, hogy csillag jöjjön létre belőle. Kiderült, hogy az összesűrűsödő térségek egyben a hideg térségek is. Végül az ilyenek felmelegek, amikor a csillag megszületik, de a kezdeti bezuhanási szakaszban, amikor az anyag a középpont felé árad, ez az anyag még hideg és sűrű. A felhő hűtése nagyon hatékony, mert szétsugározza azt az energiát, amit a sűrű térségekben lévő molekulák adnak le. A csillagképződésről szóló elmélet egyszerű. Egy tartományban a hidrogéngáz a saját gravitációja hatására összesűrűsödik, míg kicsi és forró nem lesz. Amikor is magreakciók indulnak el, és az új csillag ragyogni kezd. Ennek a zsugorodásnak és felforrósodásnak hihetetlenül gyorsan kell lezajlania, különben a folyamat leáll. Hogy csillaggá sűrűsödjék, az anyagnak meg kell szabadulnia a felesleges hőtől. Az elmélet szerint ezt a feladatot bizonyos molekulák, elsősorban vízmolekulák végzik el. Ez az elmélet azonban nem biztos, hogy helyes. Legalábbis egy föld körül keringő rádióteleszkóp, a SWASS szerint. A rövidítés jelentése milliméternél kisebb hullámhosszú csillagászati műhold. A SWASS elsődleges küldetése, hogy meghatározott molekulákat keressen a csillagkeletkezési térségekben, hogy megértsük a csillagok kialakulásának folyamatát. Az egyik a víz, a másik a molekuláris oxigén. A vízmolekulák rádióhullámokat bocsátanak ki. Ezeket észlelik a szondák antennái. Fontosabb, hogy a rádióhullámok vezetik el az energiát a gázfelhőből, így az hideg marad. Ha egy csillagközi felhőben elegendő víz van, kellő ideig hideg marad, hogy csillagok keletkezzenek belőle. A SWASS kutatói tehát vizet kerestek az űrben. Jó és rossz hírt egyaránt kaptak. Először is megtudtuk, hogy a víz ott van mindenhol a galaxisban. Sok különböző térségben vizsgáltuk, de kiderült, hogy sokkal kisebb mennyiségben, mint vártuk. Százszor, ezerszer kevesebb, mint ahogy a kémiai modellek alapján vártuk. A SWASS oxigént is keresett. Az oxigén molekulák, akárcsak a vízmolekulák, segítik hűteni a felhőt kialakulása során. Ezen kívül az oxigén sok olyan dolog létfontosságú alkotóeleme, amelyeket oly jól ismerünk és szeretünk, mint a kövek, a talaj, a levegő, vagy mi magunk.
Csak olyan térségekben volt értelme oxigént keresni, ahol csillagok és bolygók keletkeznek. A tejút többi részében úgy tűnik sokkal kevesebb az oxigén, mint a naprendszerben. A különbség körülbelül 3 nagyságrendnyi. Ezért felvetődött, hogy Földünk vagy az egész naprendszer talán különleges hely. Több az oxigénünk, mint másutt a galaxisban. Vagy csupán olyan formában rejtőzik, amelyet eddig nem tudtunk észlelni. Az oxigént, amelyet a SWASS keresett, atomos oxigénnak nevezzük. Ami kémiai szerkezetét tekintve csupán önálló oxigén atomok halmaza. De talán az oxigén atomok az űrben is párba állnak, amire egyébként is hajlamosak. Lehet, hogy a kozmikus oxigén is abban a két atomos molekuláris formában rejtőzik, mint amilyet itt a Földön is belélegzünk. Amikor elkészítettük és felbocsátottuk a SWASS-t, hiába vizsgáltuk a különböző térségeket, sehol sem találtunk molekuláris oxigént, több száz órás irányított megfigyelés ellenére sem. A jel, a zajszint olyan alacsony volt, amilyenre még nem volt példa a rádiócsillagászatban. Nem találtunk oxigén molekulát sehol, tehát a kérdés ugyanaz. Földünk valami furcsaság. Tényleg nincs olyan sok oxigén a galaxis többi részében? Vagy van, csak egy ennél is újabb helyen bujkál, valami olyan formában, amit nem tudunk észlelni? Szóval ezt a rejtvényt még meg kell fejtenünk. Az előbbi interjú óta a SWASS csapat talált néhány olyan csillagrendszert, ahol látszólag bőséggel van víz. Tökéletes rejtély, miért van ilyen nagy különbség a víztartalom tekintetében a különböző csillagrendszerek között? Sőt, miért van egyáltalán különbség? Oxigén, hidrogén, szén, vas, nitrogén. Ezek és más elemek különböző mennyiségben ott vannak a csillagközi anyagban. Mindegyikük csillagok belsejéből származik, és új csillagok keletkezésében lesz majd szerepük. Hogyan működik ez a galaktikus újrahasznosítógép? A válasz a természet leglátványosabb tűzijátékában, a szupernóva robbanásban rejlik. Valószínű, hogy a mi napunk megöregedve elenyészik, de a nagyobb csillagok szó szerint nagy bummal távoznak. A tejút nehéz súlyú csillagai vakítóan felvillanó szupernóvaként végzik. Ezek a csillagok mohón néhány millió év alatt elfogyasztják hidrogénjüket, és amikor fölébük kerekedik a gravitáció, zsugorodni kezdenek. Ekkor új energiaforrások szabadulnak föl. Hélium és szén, a csillag pedig vörös óriássá nő. De amint ezek a tartalékok is kimerülnek, a belső hő elfogy, és nincs többé nyomás, amely az összeroppanás ellen megtartaná a csillagot. A mag összeomlik, a csillag külső rétegei rázuhannak. A mag másodpercek alatt olyan sűrű lesz, mintha a befelé omló anyag betonfalnak ütközne. Ezzel egy lökéshullám indul a csillagból kifelé. Amint az energiahullám eléri a felszínt, elkezdődik a kozmikus tűzijáték. A szupernóva fényesebb lesz, mint a galaxisban lévő csillagok fénye összesen. Mindezt a több millió fényévre lévő galaxisok szupernóváinak megfigyeléséből tudjuk. Egy szupernóva robbanás során a csillag magját a gravitáció hihetetlen sűrű golyóvá neutron csillaggá nyomja össze. A neutronok elemi részecskék, amelyek a protonokkal együtt az atommagot alkotják. Egy neutron csillagban minden részecske neutronná alakul. A gravitáció a csillagot a lehető legkisebb méretűre zsugorítja azáltal, hogy óriási atommaggá alakítja. Hihetetlenül sűrű ez, mintha egy másfélszeres naptömeget egy kisvárossá, mondjuk 10 kilométer átmérőjűvé nyomna össze. Szóval nagyon sűrű. Egy teáskanálnyi neutroncsillag anyagsúlya több tonna is lehet. És mindehhez ezek a valamik rettenetesen gyorsan forognak.
másodpercenként többször is. Az általunk ismert leggyorsabb másodpercenként 600-szor fordul meg. Ez a hihetetlenül sűrű tömeg úgy forog, mint egy mixergép. Némelyik neutroncsillagnak fényes foltok vannak a felületén. A csillagforgása során másodpercenként többször is láthatóvá válnak-e forró foltok. Emiatt látszik úgy, mintha villogna, pulzálna a csillag, mint egy felpörgött világító torony. Ezért e neutroncsillagokat pulzároknak hívjuk. Az eddig felfedezett legifjabb és legtöbbet tanulmányozott pulzár a rákködnek nevezett felhőben található. A rákköd joggal a leghíresebb szupernóva maradvány az égen. A rákpulzár úgy villog, mint egy géppuska, másodpercenként 30-szor. Mintha kacsintgatna ránk az égbolt legfényesebb szupernóva maradványa, mintha megpróbálna felhívni magára figyelmünket. És valóban figyeljük már hosszú idő óta. Majd 1000 éve a kínai császári udvar csillagászai egy általuk vendégcsillagnak nevezett égi testet észleltek a Bika csillagképben. A Krisztus utáni 1054-ben történt ez, és a szupernóva fénye olyan erős volt, hogy 3 hétig fényes nappal is látni lehetett. S közel 1 év kellett, míg a vendégcsillag eltűnt az éjszakai égről. A csillagászok most mérik fel a romokat teleszkópjaikkal. Megtudták, hogy a rákköd másodpercenként 1500 kilométeres sebességgel terjed, és több ezerszer nagyobb a naprendszernél. Bár földi mértékben meglehetősen messze van, körülbelül 6500 fényévre, a rák olyan gyorsan mozog, hogy látni lehet a benne zajló változásokat, különösen a Hubble űrteleszkóp segítségével. Ha bizonyos idő elteltével újra megnézzük, látható, hogyan változott a szerkezete. Rendszeres időközönként vizsgálják a rákot a Hubble távcsővel, ahol a központi térségben látni lehet a pulzárt és a körülötte zajló eseményeket. És a különböző képekből összeállt egy Hubble mozi. A rákködben olyan gyors a változás, hogy hetek, hónapok alatt látható a fejlődés. Látni lehet a koncentrikus szelet, mint amikor kavicsot dobunk egy tóba, és a hullámok koncentrikus körökben távolodnak a középponttól. Ugyanígy van ez a rákködben is. Látni lehet a pulzárt, amely másodpercenként 30-szor fordul, ahogy kavarja a szelet, amely a középpontból kifelé terjed, és közben kölcsönhatásba lép az őt körülvevő csillagközi anyaggal. Jól kivehető ez a kifelé tartó gáz, a pulzár körüli szinkrotron gáz, és látjuk, ahogyan kölcsönhat a robbanáskor szétszóródott, most már szálas szerkezetű anyaggal, ezzel a színes valamivel, amelyet a Hubble képei mutatnak. Ez az anyag szó szerint csillaganyag, a csillag felszíni és belső rétegeinek az űrben szétszóródott anyaga, amely minden bizonnyal újabb csillagok képződésében vesz részt. A galaxis nehézsúlyú csillagainak nem mindegyike végzi neutroncsillagként. A legnagyobb tömegű csillagok sorsa ennél is különösebb. Amikor egy hatalmas tömegű csillag szupernóvává lesz, külső rétegei úgy robbannak szét, ahogy láttuk, ám belső magja teljesen összeomlik. A neutroncsillagokat összetartó nukleáris erők nem elég erősek, hogy megbirkózzanak a hirtelen megnőtt gravitációs mezővel, így az egész mag lemegy a kozmikus lefolyón. Ponttá zsugorodva eltűnik, miközben lyukat üt a téridő szövetébe, és csak a gravitációs mezőt hagyja maga után áruló jelként. A korábbi gigantikus csillagból fekete lyuk lesz. A fekete lyukakat természetüknél fogva nehéz észrevenni, de közvetett módon észlelhető. Ha a fekete lyuk egy kettős csillagtagja, akkor gázt szível még csillagként működő szomszédjától. Az anyag örvényként gyülemlik fel a fekete lyuk körül, majd eltűnik a lefolyóban.
Amikor a részecskék közelebb kerülnek, örvénylésük felgyorsul, és annyira felforrósodnak, hogy röntgensugárzást bocsátanak ki. Ezt észlelik a Föld körül keringő röntgen obszervatóriumok. A fekete lyuk közelében látható forró anyagnak a sugárzás a halál sikolya, hiszen hamarosan eltűnik a látható világból. Amikor belezuhan a fekete lyukba, már nem tud olyan sugárzást kibocsátani, amely valaha is észlelhető, mert a fekete lyuk gravitációja olyan erős, hogy a fény még a nagyon forró gázokból, atomokból vagy molekulákból sem tud távozni. Ami eltűnt a fekete lyukban, azt nem lehet semmilyen módon észlelni. Más szóval, minden információ elvész számunkra arról az anyagról, és bár bizonyosan az univerzumban marad, sehogyan sem tudunk vele kapcsolatba kerülni. Számunkra gyakorlatilag eltűnik. Ám a legnagyobb csillagok sem válnak maradéktalanul fekete lyukká. Egy fekete lyuk létrejötte zűrös folyamat, hiszen szétspriccel az űrbe olyan anyagot is, amely majd az új napok nemzedékébe épül be. A tejútnak az a része, ahol mi vagyunk, jól el van látva újrafeldolgozott csillaganyaggal. A nap tökéletes példa, akár csak a bolygók is. Persze a csillagok születése sem egyszerű folyamat, és az eredménye sincs garantálva. Az űr tele van a csillagok születésének módjáról árulkodó bizonyítékokkal, amelyekből néhány könnyen észlelhető. A galaxis bizonyos részein a csillagközi anyag ragyog a sötétben. Ha megfelelő módon kap energiát, a hidrogénfelhő jellegzetes vörös fényben ragyog. Ennek igen jó példája a Laguna köd a nyilas csillagképben. A Laguna a benne lévő több tucatnyi forró, fiatal csillag ibolyántúli sugárzásától kap energiát. E csillagok sokasága bizonyítja, hogy a Laguna köd nem csupán szép kép, hanem valójában a csillagképződés melegágya. A csillagászok tudják, hogy a Laguna mélyén még mindig vannak születőnapok. És azt is tudják, hogy a születés gyakran furcsa komplikációkkal jár. Ez az új csillagokat rejtő bizarr környezet jól látható az Orion csillagképben. Az Orion jellegzetes alakját az eget kémlelő amatőrök is jól ismerik. Három ragyogó csillagból álló övét jól látni szabad szemmel is. Halványabb csillagok mutatják az utat a híres Orion köd felé, amely érthetően az amatőr csillagászok kedvelt célpontja. Itt található az ég egyik olyan térsége, ahol csillagok keletkeznek. A Hubble űrtávcső az Orion köd belsejében is körülnézett. Az energiával teli fiatal csillagok mellett, amelyek a felhő fényét kölcsönzik, a Hubble porburokba ágyazott protocsillagokat is felfedezett. A kutatók kíváncsiak, mikor jelennek meg a csillagok és bolygók ebben a poros gázmasszában. Doug Johnston, kanadai csillagász, a Hubble felvételein kereste a csillagok születésének nyomait. Nagyon izgalmas, amit az Orion ködben találunk. Ez ugyanis nem csak az egyik közeli térség, ahol csillagok születnek, hanem a legközelebbi, ahol nagy tömegű és kis tömegű csillagok egyaránt keletkeznek. Ez annyiban is egyedi, hogy a nagy tömegű csillagok befolyásolják a náluk fiatalabb csillagok környezetét. Nézzük a trapéz környezetének gyönyörű képét. Négy csillagot látunk a trapéz formájú alakzat közepén lévő gázfelhőben. Ezt a forró felhőt a négy csillag fűti. Mindegyik rengeteg energiát ad le, és a közelben felmelegít minden anyagot. De hallott már valaki olyan csillagról, amelynek csóvája van?
Pedig, ha jól megnézzük, a trapézban olyan objektumokat látunk, amelyek külsőre üstökösökre emlékeztetnek. Ezek valójában fiatal csillagok, melyek körül a korong formájú anyagot a nagy tömegű csillagok hevítik. És az anyag egy része a környezetbe áramlik belőlük. A nagy tömegű csillagok szele ezt az anyagot ilyen üstökös formába rendezi, pedig a méretük nagyjából akkora, mint a mi naprendszerünké. Ez alátámasztja azt az elképzelést, hogy ezek a naprendszer méretű korongok kapcsolatot képeznek a csillagképződési és a bolygó keletkezési folyamat között. Ám Johnston és munkatársai nincsenek meggyőződve arról, hogy mindig bolygók jönnek létre ezekben a porkkorongokban. A közelben lévő nagy csillagok ugyanis megnehezítik a növekvő fiatal csillagok életét. És ha a csillag nem tud növekedni, bolygók sem jönnek létre körülötte. Nem világos tehát, hogy létrejönnek-e bolygók egy ilyen zaklatott közegben, mint az Orion köd. Ugyanis a korongok alig 1 millió év alatt elpusztulnak, ami egy ember számára nagyon hosszú idő, de egy csillag életében igen rövid. A csillagképződés bizonytalansága nem korlátozódik az Orionra. Az égbolt túlsó felén a kígyó csillagképben található egy jókora térség, a Sasköd, ahol csillagok jönnek létre. A Sasködben óriási hideg, sűrű molekuláris anyagból lévő oszlopok találhatók a forró gáztömegben. A Sas fiatal csillagainak heves sugárzása úgy koptatja ezeket az oszlopokat, mint a szél a sivatag homokját. Amikor Jeff Hester, arizonai csillagász elemezni kezdte a Hubble felvételeit, másra is felfigyelt. Ezeknek a valamiknek a belsejében valójában csillagokat találtunk. Vagyis legbelül csillagok keletkeznek, miközben a felhőmagot körülvevő anyag folyamatosan párolog. Hester úgy véli, hogy mivel a védőburok folyamatosan kopik, ezeket a protocsillagokat a korábban született nagytömegű csillagok erős ibolyántúli sugárzása bombázza. Ez a sugárözön viszont elfújja azokat a gázokat, amelyekre a csillagembrióknak szüksége volna a növekedéshez. Talán attól az esélytől is megfosztja őket, hogy egyáltalán csillag legyen belőlük. Úgy látszik, hogy a sasfészekben nem minden fióka marad életben. A csillag tehát végzi a dolgát. Anyagot vesz magához, egyre csak nő és nő, de ebben a folyamatban elérkezik a pillanat, amikor a környezet azt mondja, ennyi, és a csillag mérete nem nő tovább. Azért nem, mert nincs, amiből táplálkozzon. Tehát olyan folyamatot látunk, amely meghatározza a csillag méretét. Bizonyos értelemben tehát mind az Orion köd, mind pedig a Sas köd bizonyítékkal szolgál arra, hogy milyen hatással vannak a fiatal, forró csillagok a környezetükre, és a közelükben a csillagok keletkezésére. Ha a folyamat nem is zajlik simán, a csillagok keletkezése lenyűgöző méretekben folyik a tejútrendszerben. De ugyanilyen figyelemre méltó az is, hogy van a galaxisban egy érző lény, amelyik megpróbálja feltárni a galaxis titkait. E lénynek, az embernek rá kellett jönnie, hogy mélyebb a kapcsolata a csillagokkal, mint képzelte volna. Egy valamire mindenképpen jó a tejút mélyreható elemzése. Arra, hogy rájöjjünk, minden mindennel összefügg. Galaxisunk egy hatalmas újrahasznosító gépezet. A haldokló csillag szupernóva robbanása hozza létre mindazt az elemet, amelyről kémia órán tanultunk.
A szupernóvák maradványai, mint amilyen a rákköd is, tele vannak a galaktikus város új építményeinek alapanyagaival. A rákköd hidrogént és nehezebb elemeket lövel a csillagközi anyagba, ahol idővel elkeveredik más csillagoktól kivetett felhőkkel, és így új csillagközi felhők jönnek létre. Napunk és bolygói, köztük természetesen a mi bolygónk is, ilyen felhőben jött létre, amelynek anyaga megszűnt csillagok maradványait is tartalmazta. Nem csoda, hogy az Orion köd rejtélyes korongjait vizsgáló asztrofizikusokat életre szólóan lenyűgözte az éjszakai égbolt fürkészése. Fizikusként meg akarom érteni a dolgot, hogy miként szóródik szét ezekből a korongokból az anyag. Ez a tudományos szempont. De amikor hazamegyek a család nyaralójába, lefekszem a parton, mint gyerekkoromban, és felnézek a csillagokra, nem a fizika érdekel, hanem a dolog szépsége. Más csillagászok számára ez a szépség nem annyira a látványban, hanem az elméletben van. Hiszen már az is csoda, ha megpróbáljuk elképzelni a csillagok születésének folyamatát. Miként keletkeznek a csillagok a galaxis más helyein? Az űr hihetetlen távolságaiból származó információk alapján az ember csak felnéz egy csillagra és tudja, miből van. Hogy a galaxis túlsó felén van. És már az is gyönyörű, hogy erre képesek vagyunk. Ha a kutatóknak igazuk van azzal kapcsolatban, hogy a csillagok miként hozzák létre a kémiai elemeket, akkor igaz az is, hogy kapcsolat van köztünk és a tejút között. Vagyis, hogy az ember is újrahasznosított csillaganyag. Létünket annak a számtalan csillagnak köszönhetjük, amelyek előttünk léteztek. Azt hiszem, hogy az egyik leglenyűgözőbb dolog, amit a csillagászat révén az utóbbi évtizedekben megtudtunk, az kapcsolatunk a világegyetemmel, hogy mi is ennek a terméke vagyunk. És ezt azzal kezdtük, hogy körülnéztünk. Távoli kvazárokat láttunk, láttuk a sasködöt, más galaxisokat. Megismertük őket. De végső soron mindig magunkat látjuk. Jobban megismerjük, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, és mi a kapcsolatunk ezzel az egésszel. Most már tudjuk, hogy amikor az univerzum fiatal volt, csak hidrogén volt, hélium, meg nyomokban lítium. De mi nem hidrogénből, héliumból és lítiumból vagyunk, hanem szénből, nitrogénból, oxigénből és foszforból. És egy olyan bolygón élünk, amelynek a magja vasból és nikkelből van, és a felszíne tele van szilíciummal. Honnan származnak ezek a nehéz anyagok és a többi elem? A válasz az, hogy a csillagokban jöttek létre. A csillagok onnan nyerik az energiájukat, hogy a könnyű elemekből fúzióval nehezebb elemeket hoznak létre. Rendben van, de mi jó származik nekünk ebből? Mi nem vagyunk egy csillag belsejében. Nos, a csillagok az életük végén lövellik szét ezt az anyagot, szélformájában, planetáris ködökbe, vagy szupernóvaként. Lényegében kémiai szennyezésnek is mondhatnánk ezt. Vagyis a régi csillagok öröksége visszakerül az űrbe. És amikor létrejött a Nap, a Föld, ott voltak ezek a nehezebb elemek, amelyek érdekes dolgokra képesek, például létrejöhet belőlük az élet. Ha körülnézünk a szobában, vagy kinézünk az ablakon, minden olyan atomokból épül fel, amelyek egykor egy csillag építő anyagai voltak. Csillagban jöttek létre. Tehát mi is szerves részei vagyunk ennek a folyamatnak. Sőt, mi vagyunk a galaxis kémiai fejlődésének a végterméke. Ez nem valami idegen dolog, nem valami különálló létező, hanem kibogozhatatlanul összekapcsolódik a létünkkel.
Szerintem ma ez a legfantasztikusabb dolog, amit a csillagászatból megtudhatunk. Közreműködött Fodor Tamás, Berzsenyi Zoltán, Tarján Péter, Pálfai Péter, Dolmány Attila, Széjes Imre, Megyeri János. Magyar szöveg Süle Gábor, szakértő dr. Szabados László, szerkesztő Dávid Csaba, hangmérnök Pető Gábor, gyártásvezető Kerényi Kata, szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette.